Sok szeretettel köszöntjük a Régió Plusz televízió nézőit a Porta 45. adásában. Köszöntöm Önöket! Mai műsorunkban szót ejtünk a kistérségi népdaléneklési versenyről, melyet Galgahévízen rendeznek meg. Fási Tiborral a Galga Szac karate kupáról beszélgetünk, melynek helyszíne Kartal Nagykösség lesz. Végül anyák napi asztaldíszeket készítünk Antal Ágnes okleveles virágkötővel. Tartsanak velünk! A kistenségi iskolák közötti versenysorozat utolsó állomásához érkeztünk, ami Galgahévízen lesz a közeljövőben, méghozzá május 10-én. Ennek a témának a kapcsán most szeretettel köszöntöm itt stúdiónkban három vendégünket. Elsőként Balla Tímeát, pedagógust, aki néptánc, illetve népdaloktató is egyben. És szeretettel köszöntöm a versenyző jelölteket, akik népdal énekes palánták, Hajdú Eszter, illetve Tóth Miklós Ágoston. Köszönöm, hogy eljöttetek. Mi is köszönjük a meghívást. Timi, tudnál-e nekem mesélni egy kicsit a kistérségi vetélkedő sorozat történetéről? Mikor alakult ez az egész verseny? Igen, ezt a vetélkedő sorozatot a 2008-2009-es tanévben az Aszódi Csengei Gusztáv Általános Iskola hirdette meg. A kistérségi iskolák között 9 iskola kapcsolódott hozzá a kistérségből, és elég változatos feladatok voltak már az első tanévben is, aztán a tanévek során minden iskola igyekezett egy kicsit a saját profilját hozzátenni. Minden év szeptemberében van egy előzetes megbeszélés, amikor is ezeket a versenyprogramokat egymás között megbeszéljük, előtárjuk, hogy melyik iskola, melyik versenyét, milyen korosztálynak szeretné meghirdetni, mivel kapcsolatosan szeretne versenyt hirdetni, és így egymás között az iskola érintett pedagógusai eldöntik, hogy mi legyen az, ami ebbe az évbe szerepeljen. Galgahévíz már harmadik alkalommal fogja az idén megrendezni ezt a kistérségi népdaléneklési versenyt. Az első évben Aszódon volt, és utána mi bevállaltuk, hogy nagyon szívesen ezt a versenyt, ezt nagyon magunkénak érezzük, és hogyha lehetőség van rá, akkor meg is szerveznénk. Megkaptuk, és az idén lesz, tehát a 11-12-es tanévben szintén nálunk lesz, és ahogy ez az eddigi években is volt, ez a záró rendezvénye a kistérségi vetélkedő sorozatnak, és itt hirdetik ki azt az iskolát, aki abban az évben nyertes volt. Mi tavaly évben megnyertük a kupát, ez egy vándor kupa, és minden évben annak az iskolának a neve kerül rá, aki megnyerte. Előtte harmadikak voltunk, és az elsőben meg negyedikek, úgyhogy nagyon szépen szerepelt. Gyönyörűen jöttök fölfelé. Galgahévíz, hát illetve jövünk, hiszen én is büszkélkedhetek a Galgahévíz címmel. Gratulálok nektek! Említetted, hogy ez a záró rendezvény, a népdal. Igen. Melyek azok a kategóriák, amik megelőzik a népdalt? Miből épül fel a sorozat? Elég sok sportverseny van. Kezdődik az egész egy mezei futóversennyel Ikladon. Utána van egy, majdnem fedett pályást mondtam, egy futballbajnokság, ami Kartalon, illetve Aszódon volt az idén. Aszódiak hirdettek meg egy nagyon érdekes vetélkedő sorozatot erre az évre alsó tagozatosoknak, Törpék és óriások címmel, ami sport és elméleti részt is, környezetismeret is volt benne, hogyha jól tudom, Ágoston, mert Ágoston azon is szerepelt. Volt váltóverseny, ami szintén sportos az alsó tagozatosoknak, Aszódon, versmondó verseny, mesemondó verseny, informatika verseny, természetismereti verseny, nagyon sok. Az sok idén, idén akkor, elég sokszínű volt a paletta, és hát majd meglátjuk, hogy Galgahévíz hogy szerepel az idén, vagy hogyan szerepelt. Még van, amit nem tudunk eredményt, mert az összesítést még nem kaptuk meg. Én mindig nagyon büszke vagyok a gyerekekre, mert nagyon ügyesen szerepelnek. A két itt lévő gyermekecske is nagyon, nagyon szépen szerepelt mind az összes évben, amikor részt vettek a népdal, vagy bármelyik versenyen. Ha már így kitértünk rájuk, akkor egy kicsit átadnám most nektek a szót, és majd visszatérünk még azért a verseny szabályaira a végén. Meséljetek nekem egy kicsit arról, hogy ti mióta foglalkoztok egyáltalán a népdal énekléssel, mondjuk a hölgy kezdje először ezt. Én 7 éve éneklek, első osztályba kezdtük, Éva néni tanít minket és Timi néni. A negyedikbe kaptuk a Hévi Ziglicik nevet, és a mai napig is éneklünk. Hárman vagytok, ha jól tudom, Hévi Ziglicék? Igen. Kikkel énekelsz együtt ebben a csoportban? Bak Zsófia, Ladányi Regina és én. Uh-huh. És van azonban egy másik csapat is, amit a fiúk alkotnak, ugye Ágó, ti hogyan épültök fel? Ti vagytok a Szent András Zsombi kisbetyárok. Hajdú Dániel, Balla Botond és én.
És te mióta énekelsz? Én első osztálytól éneklek, és úgy harmadik táján kaptunk meg a Szent András Dombi kisbetyárok nevet. És milyen gyakran vannak a próbáitok? Pénteken órák után. Az mit jelent, hogy órák után egy óra időtartamba, vagy többet? Mennyit szoktatok készülni, főleg amikor egy ilyen verseny van? Egy óra időtartam, egy és És most ugye, ha jól tudom, akkor egyéniben fogtok énekelni ezen a népdal versenyen. Van-e már választott dal, illetve van-e kedvenc dalotok, amit szeretnétek elénekelni? Én a Lefelé folyik a Galga, de még választok egyet. Kettőt kell énekelnetek? Igen. Igen. Ezt éneked mi lesz? Én még nem tudom. Még nem tudod, meglepetés lesz. Énekelni azt tudom, hogy nem fogtok, úgyhogy a kedves nézők majd meglepetésként a versenyen hallhatják a népdalokat, úgyhogy el kell jönni mindenképpen. És Timi, akkor beszéljünk arról, hogy hogyan lesz az értékelés, mik a szabályai a népdalversenynek? A jelenlegi szabályokat azt próbáltam megalkotni 3 évvel ezelőtt, mikor megkaptuk ezt a versenyt, és ez úgy áll össze, azóta, hogy 8 dalt kiküldünk minden iskolának, amik a kötelező dalok. Ezekből egyet kell kiválasztani minden versenyzőnek, tehát nem mind a 8-at, csak egyet, és emellé még egy saját maga által kedvelt vagy szeretett népdalt várunk szeretettel a versenyen. Lehet más tájegységből való dal, de lehet, hogy egy saját galgamenti dalt könnyebben köt egy galgamenti dalhoz, mivel a kötelezők azok ugye galgamenti dalokból állnak össze. Ebbe Köles Éva szokott segíteni a szakértelmével, aki jelenleg a Liszt Ferenc Zenetudományi Intézetnek a másodéves népdalénekes tanulója, hallgatója, és ővel szoktuk kiválasztani ezeket a kötelező dalokat. Igyekszünk mindig olyan dalokat választani, ami fiúknak is, lányoknak is találnak benne maguknak megfelelőt, van lassabb, van gyorsabb, kinek mi a szíve vágya. És a zsűrit is igyekszünk úgy megválasztani, hogy minden évben igyekszünk mást hívni. Első évben az Aszódiaknál Mackó Mari volt, aztán a második évben hozzánk Blaskó Csaba, aki prímás Hévíz Györkről jött, tehát a Juhász Erika, aki egy elég neves népdalénekes, jött, és az idei évben szintén népdalénekesek fognak majd jönni a zsűriben. A népdal versenynek az eredményét azt ugye megtudjuk nyilván a délután végén, de a teljes versenynek az eredménye is ekkor kerül majd kihirdetésre? A teljes versenynek az eredménye is itt szokott eredményhirdetésre kerülni. Sztál István polgármester úr is mindig itt van, hiszen ő a kistérségnek az elnöke, és ő adja át az iskola képviselőinek a kupát. Tehát itt jelen pillanatban, hogyha megtörténik az énekverseny, akkor utána az egész versenyt kihirdetjük, és át lehet venni a megfelelő jutalmakat, úgyhogy ez szokott záró aktusa lenni ennek. Milyen információkat tudhatunk, hol tart jelenleg Galga Hévíz a verseny tekintetében, hogy állunk? Ez most érdekes, mert tényleg részinformációim vannak, és ezért nem tudok még bővebbet mondani. Nagyon szépen szoktak szerepelni a diákjaink, és tényleg minden tőlük telhetőt megtesznek. A másik, amire pedig nagyon ügyelünk, és ezt ugye minden iskolának szem előtt kell tartania, hogy az, aki részt vesz a versenyen, az a pontoknak a 75%-át megkapja, az ott szerezhető pontoknak a, azt hiszem, 70 vagy 75%-át, és már ezáltal is ugye az a lényeg, hogy elmenjünk, hogy részt vegyünk. Onnan, hogy most hova találunk esetleg kerülni a versenybe, az egy másik dolog, az még jobb dolog, hogyha előrébb, de a részvétel a legfontosabb, hogy vegyünk részt ezeken a jó kis programokon. Lehet már tudni, hogy hány iskola érkezik majd a versenyre? 9 iskolának küldtük ki a papírokat, és hát reméljük, hogy mindannyian meg is jelennek. Mely településekről van szó? A kistérségben lévő Aszód. Egészen változatos akkor. A települések, az a kistérségi Aszód, Iklad, Kartal, Bag, Hévíz Györk, Galga Hévíz, ugye Tura, kit hagytam ki, Domony, és még Galga Mácsa is bekapcsolódott a versenybe, hiszen ő nem kistérség, de részt vesznek, mert szeretnének. Tehát akkor nem kizárólag kistérség, hanem akkor lehet egyébként jelentkezni ezek szerint, és akkor aki úgy érzi, hogy részt szeretne venni, ők is az egész sorozattól részt vesznek, igen. Eszti és Ágoston, nektek azonban ez nem az első versenyetek, hiszen gyönyörű szép eredményeket értetek már el a népdal területén. Mik voltak ezek az eredmények? Meséljetek nekünk egy kicsit erről. Én első lettem 2 versenyemmel. Az elsőn énekeltem a
sárga levele, és ez a gőzös, ha elindul, a másodikon ez a gőzös, ha elindul, és még a... Szerintem egy István másik királyosat, nem az István királyosat énekelted? De az István királyosat. És ez a gőzös, ez lesz most is, vagy még nem? Vagy benne biztos, hogy még lesz? Nem vagyok benne biztos. Mert akkor ezzel nagy sikert arattál ezek szerint ezen a vetélkedőn. De most valami még jobbat fogsz találni ezek szerint. Igen. Ezt ti és te? Hát én is nyertem már kétszer versenyt itt a kistérségén, és egyszer Aszodon volt a második is, valamint voltam fel Budapesten is a Fonóba énekelni, és ott is második lettem. Meséljetek nekem egy picit arról, hogy miért szeretitek ennyire a népdalokat? Mi az, ami jó ebben a dologban, hogy énekeltek, illetve ti néptáncoltok is? Miért fontos ez a ti életetekben? Én már így kiereztem a gőzt magamból, és... Kicsit feldob, felszabadít, igen, suli után, igen, kis lazítás. Ráadásul ott vannak a barátok is. Igen. És ezt még jobb. Még jobb. Nekem is. És hogy az is jó benne, hogy ugye van nekünk egy csoport is, a Hévi Ziglicék, és hogy ott is együtt vagyunk, és hogy együtt énekelhetünk. Egyébként is nagyon jó barátnők vagytok? Igen. Hát függetlenül? Na hát annál jobb. Timi, egyébként te mit gondolsz pedagógusként? Miért fontos az a mai világban, hogy a fiatalok egy ilyen közegben nőjenek fel, és a népi hagyományok értékeit is magukénak vallják? A legfontosabbat már elmondták. Az, hogy ők együtt vannak, hogy jól érzik magukat, hogy kieresztik a gőzt. Azt, hogy most éppen ők egy ilyen részét kapják ennek a kultúrának, vagy egy ilyen szegletét, az szerintem abból is fakad, mert pont mi vagyunk itt, akik ezt át tudjuk nekik adni. A másik meg az, hogy szerintem egy idő után egy olyan kistérségi faluba, mint Galgahéviz, előbb-utóbb ennek a dolognak föl kell ütni a fejét, hogy azokat a hagyományokat, amiket itt még tartunk, amiket itt még használunk, azokat tovább vihessük. És legyenek olyan követőink, akik ezt frissen tartják és megőrzik a továbbiaknak. Akkor már csak azt mondjuk el a kedves nézőknek, hogy mikor és hol lesz pontosan a verseny utolsó blokkja a népdalverseny. Tehát ez május 10-én itt a Galgahévízi Kodály Zoltán Művelődési Házban 3 órakor fog kezdődni, és mindenkit nagyon sok szeretettel várunk. És ti mit üzennétek a kedves nézőknek, miért jöjjenek el erre a napra, és hallgassák meg a ti népdalaitokat? Én azért, mert szeretném, hogy hallják más gyerekeket, hogy ők is tudnak, nem csak mi vagyunk legalul. Eszti? Hát ezért is, meg hogy ők is kedvet kapjanak az énekléshez. Hát akkor fel van adva a lecke, kedves nézőink, jöjjenek május 10-én, szeretettel várják önöket. Timiék, Eszti és Ágoston is a Galgahévízi Kodály Zoltán Művelődési Házban. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk, sok neki. Sikert kívánok! Köszönjük. Mai témánk a május 12-én Kartalon megrendezésre kerülő Galga Szatz nyílt stílusfüggetlen karate bajnokság. Sok szeretettel köszöntöm stúdiónkban Fási Tibor, karate instruktort. Üdvözlöm, Tibor. Köszönöm a meghívást. Tibor, meséljünk egy kicsit a nézőknek arról, hogy mi az a vadoriú karate, vadoriú stílus. Vadoriú karate a tradicionális karate stílusoknak az egyik ága. Tulajdonképpen Európában lehet azt mondani egy kedvelt, ismert ága, mert elég hatékony. Én azt mondom, hogy modern karate stílus, tehát a tradíciókat figyelembe tartva azért igyekszik a modernitásra, illetve a helyzethez való alkalmazkodásra törekedni. Tehát én úgy gondolom, hogy eléggé elismert és sokak által űzött, Európában is űzött karate stílus. Tulajdonképpen a vadoriú jelentése az a béke útiskolája, vagy harmónia útiskolája. Ez önmagában a technikai oldalról nem takar semmit, inkább a technikai különbözőségek azok pici apró részletmegoldásokba rejlenek, amiben a vadoriú különbözik a többi tradicionális szakáktól. Mikor született meg a vadoriú, és ki alapította? Hát tulajdonképpen a Japánban ezt Otsuka mester, tehát Hironori Otsuka alapította. Ő az ős karatéból hozta létre a saját stílusát, illetve korábbi tudásából ötvözte össze a vadoriút abban a formájában, amelyben mai napig ismerjük. És tulajdonképpen az ő tanítványai jutottak el, ő első generációs tanítványai jutottak el Európába, ahol szinte minden nyugat-európai országban a 70-es, 80-as években
egy-egy vadoryu karate instruktor elkezdte meghonosítani Európában a vadoryu stílust, és így került tulajdonképpen Magyarországra is, ugye nyugat-európai közvetítéssel, ha lehet ezt mondani. Mikor indult Magyarországon pontosan? Magyarországon a 1980-as évek első felébe került be a karatés köztudatba, ha lehet így magam mondani. Ugye ez volt a karate, a klasszikus karate, magyar karate hőskora. Tulajdonképpen mindenhonnan ilyen apró félinformációkat csipegettek össze a nagyon lelkes magyar kezdő karatékák, és itt ismerkedett meg a karate stílus, ebből a karate stílussal az én mesterem Rostás Tibor is valamikor a 80-as évek közepe táján, és tulajdonképpen ahonnan igazából mi eredeztetjük a magyarországi karate, vadoryu karate meghonosodását, az Shibamori mester első magyarországi látogatása, ami 1987-ben történt egész pontosan. Ő Ausztriában él 1973 óta, tehát tulajdonképpen ő át lett hívva ide Magyarországra, hogy összefogja, technikailag koordinálja a magyarországi vadoryu karatésok munkáját. Shibamori mester napjainkban is ellátogat szemináriumot tartani a magyarországi vadoryusoknak. Igen, hál' Istennek az öreg rendkívül aktív, most már 67 éves, és jó az időzítés, mert éppen most szombaton Sősápon tartott nekünk tulajdonképpen instruktori szemináriumot. Tehát ő a napjainkban is most már 25 éve felügyeli és aktívan oktatja a magyarországi vadokaratésokat. Róla annyit kell tudni, hogy ő a legmagasabb fokozatú vadokaratés japán mester, aki aktív Európában. És az ő által alakított, illetve az ő által űzött vadoryu stílus egyfajta védjegyévé vált a vadokaratésoknak, a rendkívüli pontosság és a dinamikus végrehajtásának a szinonímájaként ismeri az európai vadokaratés tulajdonképpen tábor. Most már úgy is nevezik az által alakított iskolát, hogy Shibamori Ha stílus. Tehát majdnem azt mondhatom, hogy a vadorium belül önálló iskolát teremtett, mint nagymester. Évente egyébként olyan 4-5-6 alkalommal látogat el Magyarországra, az én Galgahivízi edzőtermembe, tehát itt, ahol a felvétel folyik, itt nem messze innen, néhány száz méter a tornaterembe, 6 alkalommal járt és tanította itt a galgamenti karatékákat. Mire nevel a vadoryu? A vadoryu, mint minden karate stílusnak az elsődleges szerepe szerintem a fegyelem, az önfegyelem témaköre. Legelőször is ez, ami a legfontosabb. Azon kívül minden olyan dolog, ugye ebbe tartozik bele ugye a monotónia tűrés, a fizikai állóképességnek a növelése. Tehát sok-sok olyan dologra, amire a mai modern embernek én úgy gondolom nincsen más lehetősége, hogy ezeket megtalálja. Beszéljünk akkor most egy kicsit az aktualitásról, a Galga Szac kupáról, igen, ami majd megrendezésre kerül a jövőben. Mit jelent az, hogy szac? A galgát azt értjük, de mi is az a szac? Igen, ez az elnevezés egy kicsit furcsa, mert a Galga Szac kupa ugye azért jött létre, mert az én korábbi budapesti klubom, ahol én is edzősködtem, mielőtt ide a Galga mentére költöztem, az a Szent Lőrinci Atlétikai Klub. Ugye ennek a SZAC a rövidítése, ahol korábbi évtizedekben komoly SZAC kupa néven komoly versenysorozat folyt, és egész egyszerűen sajnos anyagi okok miatt most már gyakorlatilag nem lehet ott megrendezni rentábilisan ezt a versenyt, így ilyen kicsit furcsa szókép vagy szó fordulattal elhoztuk a SZAC kupát a Galga mentére, és így lett belőle Galga SZAC kupa. Kicsit, hogy hasonlítsam a dolgot hogy egy más sport hasonlattal éljek, pont olyan, mint amikor a Párizs-Dakar rallit leviszik Dél-Amerikába. Attól az ugyanúgy Párizs-Dakar rallinak minősül, ugyanúgy lelkesednek érte a technikai sportok iránt rajongók, annak ellenére, hogy nem a Szahara homokdűnén, hanem a Andok bércein, meg a argentin pampákon zajlik a küzdelem sorozat. Tehát attól ez SZAC kupa, ugye a mostani SZAC-nak a mostani vezetője a Pénzes Tamás mester barátom, és közösen hoztuk létre végül is az elnevezésnek, közösen szervezzük a versenyt. Úgyhogy innen a kicsit furcsa kettős elnevezés. Említette Pénzes Tamás nevét. Mit kell róluk tudnunk? Igen, Pénzes Tamás jelenleg meg még szeretném, hogyha sokáig ő lenne a SZAC-nak, a Szent Lőrinci Atlétikai Klub karate, vadokarate szakosztályának ő a vezetője, mesteredzője. Hát azért érdekes a dolog, mert ő valamikor a tanítványomként kezdte a karate pályafutását, most pedig egy európa-bajnoki bronzérmes kümite bajnokról van szó, aki mellette nagyon aktívan és tevékenyen, eredményesen vezeti
általam is ráhagyományozott Szentlőrinci Atlétikai Karate Klubnak a működését, úgyhogy a tulajdonképpen ilyen mester-mester, illetve mester-tanítványi jogviszony keveredik kettőnk között, tulajdonképpen ketten megosztva végezzük a verseny szervezésének a teendőit. Ugye ő egy ilyen informatikus emberke, tehát ő az informatikai, a különböző okleveleknek a tervezési, szervezési, internetes részét intézi, én pedig ugye mivel a Galga mentén lakom, az itteni logisztikai részét próbálom a versenynek szervezni. Viccesen szoktam mondani, hogy a szponzori borítékokkal, gratulációkkal keresenek majd engem, a reklamációkkal pedig a pénzes Tomi barátomat. Bevezetőmben mondtam, hogy ez nyílt és stílusfüggetlen bajnokság lesz, vagy kupa. Igen, mit igen. jelent az, hogy nyílt és stílusfüggetlen? Hát ez a két legfontosabb paraméter, ami azt hiszem Magyarországon, ha egy kicsit lehet így fogalmazni, egyedülálló, ugyanis mind a két szónak hasonló a jelentés tartalma. Ugye mi vadoriusok vagyunk, de Európában, illetve Magyarországon is, meg a Vadorion kívül működnek más karate iskolák, amelyek Shotokan, Shitoryu, Goju-ryu, vagy akár Kyokushinkai rendszerben tanítanak. Őket is szeretettel látjuk ezen a bajnokságon, ettől válik a verseny nyíltá, tehát a verseny kiírás is így szól, nyíltá, illetve azáltal, hogy nem kötött egy konkrét stílushoz, ezáltal lesz stílus független maga a verseny. Tehát gyakorlatilag ez egy kicsit ilyen összvér megoldás, ugyanis a verseny szabályokat is úgy kellett kialakítani, hogy mindenkinek objektív megmérettetési lehetőséget nyújtson. Ez egyébként egy kísérlet, tehát azt, hogy ez a valóságból hogy fog beválni, arra majd május 12-én este tudok pontosan válaszolni. Volt már ilyen kísérletre példa esetleg a sportágtörténetében? Volt, természetesen van, tehát azért ez mindenképpen nem egy teljesen új találmány. Tavaly, ahol voltunk Európa-bajnokságon, ahol nagyon szépen szerepeltek ugye itt a műsorban is szereplő leány tanítványaim. Ők már rengokáj, tehát ilyen stílusfüggetlen versenybe indultak, és ott megpróbálták ugyanezt a versenyt teljesen viszonylag korrekt módon lebírálni, ha lehet így fogalmazni. Tehát azért volt már erre példa Magyarországon. Arra nem nagyon volt példa, hogy ezt egy klub, illetve két klub ilyen versenyt létrehozzon, illetve arra, hogy egyáltalán ilyen kezdeményezést létre, vagy előhozakodjon ilyen kezdeményezéssel. Puding próbálja az evés, meglátjuk, hogy ennek lesz a jövőben létjogosultsága. Én bízom egyébként abban, hogy ha nem távoznak a más stílusok képviselői rossz szájízzel, vagy nem egyértelműen negatívumokat látnak belőle, akkor akár ez egy komoly versenysorozattá, évek alatt komoly versenysorozattá nőheti ki magát, hiszen az általunk most már az idén negyedik éve megrendezett kartali Galgamente utánpótlás bajnokság is most már szinte hagyományá vált. Hány versenyzőt várnak a kupára? Hát, mint mondottam, ugye ez egy első kezdeményezés, tehát én abba bízom, hogy mindenképpen egy 200-300 ember el fog jönni, de a pontos létszám az olyan nagyságrendek között változhat, hogy erre pontos számot nem tudok mondani. Ezek csak tippek részemről, illetve egy kívánság részemről, hogy minél több stílust, illetve minél több versenyzőt szeretnék látni a versenyen. Azért is rengeteg kategóriát, rengetegféle korosztályt írtunk ki, szinte minden, tehát a 6 évesektől a 50 évesekig, vagy a 70 vagy 100 évesekig mindenki elviekben részt vehet a versenyen. Ugyanígy az övfokozat sem lesz megkötés, hiszen lesznek külön klasszikus utánpótlás kategória, ugye ez a lilőv. Lilővig bezárólag lesz külön barnövesét, külön felnőtteknek, tehát feketővesek mestereknek szóló kategória. Tehát egy korosztályon belül akár három kategóriát is, tudásszint szerinti három kategóriát is kiírtunk. Milyen támogatókat lehetett megmozdítani erre a versenyre? Hát azt hiszem ez a legrövidebb válaszom lesz, mert hát hogy nagyjából szinte senkit. Ez szinte gyakorlatilag csak önerőből történik ennek a létrehozása. A kluboknak a saját hát erőbefektetése, vagy az Országos Szövetség is segít? Hát az Országos Szövetség az annyiba segít, hogy támogatja meg mögé állatot. Már ami mi, a Vadoriju Karate Szövetség, ugye mögé áll a rendezvények, illetve minden lehetséges média támogatást megad neki. Kistérségi anyagi segítségre sajnos nem nagyon számíthatunk, ugye ez nem foci, meg nem olimpiai sportág, így szinte az ilyen központi állami támogatásnak láthatatlan. Ugyanúgy az önkormányzatok sem szoktak ilyen mélyen a zsebükbe nyúlni támogatás gyanánt. Konkrét támogatási ajánlásról sem tudok egyelőre. Sajnos, ezt hozzáteszem, úgyhogy azért mondom, igen, rövid a válaszom eddig. Hát igen, sajnos nagyon sok sportnak ilyen sanyarú helyzete van most az országban, de ennek ellenére
Milyen közönség várható a versenyen? A versenyre tulajdonképpen, akik el szoktak jönni, ők a karatés, tehát a versenyzők hozzátartozói, de bárki, aki eljön a versenyre, az természetesen díjmentesen megtekintheti, ugyanis soha nem szedünk semmilyen karate versenyre belépő díjat, hiszen egy versenynek az is a célja, hogy propagálja, népszerűsítse és ismerté tegye a versenyt, mert ugye az emberekbe egy ilyen elég rossz buta sztereotípia alakult ki a karatéről, hogy ütik, verik egymást, illetve cserepeket, téglákat zúznak össze porrá, úgyhogy egy picit ezen a versenyen is szeretnénk ezzel a megrögzött, idealizált vagy rosszul idealizált eszményképpen változtatni. Mikor lesz akkor pontosan a verseny? Ez 2012. május 12-én szombaton, 9 órától Kartalom. A sportcsarnokban. A sportcsarnokban, így van. Gyönyörű helyszín egyébként, nem véletlen esett erre a választás erre a csarnokra, hiszen ez országos szinten is egyébként egy egyedülállóan jól ellátott, jól felszerelt, infrastruktúrával teljesen működőképes csarnok, és hát ilyen áron Budapesten nem lehet ilyet találni. Hát köszönöm szépen, Tibor, hogy beszélgettünk egy kicsit a Vadorjúról és a megrendezésre kerülő Galgacac kupáról, és a kedves nézőket pedig ismét bíztatom arra, hogy látogassanak erre a különleges sporteseményre, ami itt lesz a kistérségben. Köszönöm a meghívást. Én is köszönöm, hogy eljött. A közelgő anyák napja alkalmából ismételten meghívtunk egy már megszokott kedves arcot stúdiónkba, méghozzá Antal Ágnes okleveles virágkötőt. Szeretettel köszöntelek. Köszönöm szépen. Ezúttal pedig egy teljes anyák napi ajándék kavalkádot fogunk felvonultatni kedves nézőinknek. Nem csak a kisgyermekek készíthetik el a most következendő ajándék ötleteket, tippeket és komplett meglepetéseket, hanem a már felnőtt gyermekek is meglephetik vele édesanyjukat. Mit fogunk ma készíteni? Négyféle dolgot hoztunk. Egy könyvjelzőt fogunk készíteni, egy terítő asztaldíszítést, egy nagyon egyszerűt, egy gyertyatartót és egy egyszerű tálat. Ha kisgyermekek készítik, akkor nekik segítség kell, mert ragasztópisztollyal fogunk dolgozni, vagy meg kell próbálni pillanatragasztóval, de az egy kicsit veszélyes, tehát ahhoz is segítség kell. Tehát ez mindenféleképpen egy nagyobb testvér, édesapa, keresztapa, nagybácsi segítsége kell, mert ez ugye az édesanyának készül meglepetésnek. Pontosan. Kezdjük akkor a könyvjelzővel. Rendben. Egy egyszerű selyemszalag szükséges ahhoz, hogy könyvjelzőt készítsünk. Én most egy nagyon-nagyon szép mintás, piros alapon mintás szalagot, mert ugye most a piros színnek jelentősége van, mert a szeretet színe a piros. Tehát ha valakit a szeretetünkkel akarunk meglepni, akkor ugye a piros színt felhasználjuk hozzá. Így igaz. A könyvjelzőnk ugye az egy nem egy nagy dolog, tehát itt vágunk belőle, elképzeljük, hogy édesanyja mikor olvas, milyen könyveket használ. Hoztam hozzá, a mai technika segítségével bármiféle verset ki tudunk nyomtatni. Én 2 verset hoztam hozzá, ehhez egy számítógép kellett és egy nyomtató, tehát... És egy kis kreativitás. Jó, ma már a gyerekek nagyon-nagyon ügyesek, és tudják egyedül használni a technika vívmányait, de megkérhetik ugye a felnőttek segítségét. Tehát bármelyik verset, és nagyon-nagyon egyszerűen. Ezek a kis fa apróságok és a pillangók, ezeket sajnos nem tudjuk elkészíteni, ezt kreatív borba, virágüzletbe tudjuk megvásárolni, ma már annyifélét és fajtát lehet kapni, hogy rengeteg, vagy még egy lehetőség van, hogy a szívecskéinket karton, piros kartonpapírból kivágjuk, és egyszerűen elhelyezzük. Nyugodtan besegíthetsz nekem. Rakhatjuk? Rakhatod, csináljuk a te elképzelésed szerint. Én ezt leszoktam róla szedni, mert kiemelkedik, de ez is egy segítség a ragasztáshoz. Van rajta egy ragasztó. Most erre pillangót ne tegyünk, csak osszuk el a... Úgyni. Még tegyünk rá egy szívecskét valahova? Tegyünk ide, egy ide. Szívecskét, a borsosan. Így van. Egyébként a Katica, ahogy azt a műsorra való készülésünk közben már megemlítetted, az az angol szászoknál egy szerencsehozó szimbólum, úgyhogy nem állat, ez is véletlen, hogy Katica. Katica, ez ugyanúgy szerencsehozó, mint nekünk a gólyamadár, vagy mint az indiaiaknak az elefánt. De hát mivel ez a Katica is itt most piros, és annyira kedves
dolog tud belőle készülni, hogy én ezért azért használom föl bátran, mert a gyerekek, tapasztalatból tudom, a katica bogarat mindig szívesen fogadják, és nekem az üzletben ez fogyó eszköz, mert pici gyereket katica bogárral mindig meg lehet fogni. Hát tulajdonképpen... És az édesanyákat is. Igen. Természetesen. És ha egy ilyet készít a gyermek, a pici gyermek... Pillanatok alatt tehát megvan. Készen van. Igen, hihetetlen. Ennyi, csak leszedegetjük. És édesanyja minden este a kezébe fogja. És ide tesszük közel a kamera elé, hogy... Csodálatosan szép lett. Kis egyszerű és nagyszerű dolog, kis könyvjelző, amit anya használ évközben, és azt látja, hogy a gyermek saját maga készíti. Mert mi édesanyák mindig azt kedveljük egy bizonyos pontig, mert mindennek örülünk, ha a gyermek maga készíti a dolgot. Rajzol, fest, nyírbál, ragaszt, mert az egy jó dolog. Nincs is annál szebb ajándék. Igen. A következő az egy nagyon-nagyon egyszerű, pakoljunk el. Azok maradhatnak szerintem, a könyvjelzőt is ide a szélére. Pillangóink is vannak. Ugyanez a textil szallag, amit az előbb használtunk. Előkerültek a csípeszek. Csípeszek. Hát ez a csípesz, ez minden háztartásban található. Egy nagyon-nagyon egyszerű tollal. Bármit rá lehet írni, anyának. Írjunk egy olyat, hogy nagymamának. Nem fog kiférni rá, de ha nem kifér, akkor nagyinak, így van. Arra figyeljünk, hogy mindig egy irányban. Uh-huh. Úgy, ügyesen, kicsit bele kell nyomni. Többször áthúzzuk. Ez egy hosszabb szallag, tehát ezt azért hoztunk ilyen, bocsánat, itt takarok. Azért hoztam ilyen hosszút, mert ezt föl lehet fektetni az asztal közepére, és fel lehet használni mondjuk egy anyák napi díszítésnél. Amikor anya már nem olvas, hanem az ünnepi ebédre készül. Másikra is legyél olyan kedves, ugyanígy írjál nekem valamit, hogy kinek adjuk. Lecsipeszeljük. A másik felét is mindjárt megfordítjuk. Azt is. És erre is ragaszthatunk mindjárt egy szívecskét, vagy egy katicát a csipeszeknek a végére. Mert azt nehogy elfelejtsük, mi legyen rajta egyiken, legyen katica, a másikon legyen szívecske. Legyen így. Van még macink is, úgy látom. Igen, azt is tehetünk rá. Azt is lehet rakni. Legyen katica, szívecske, legyen összhangba a könyvjelzőnkkel. Anyának a következő meglepetés a sorozatból, amikor tehát kimegy az asztalhoz. Csipesznek a kisebbik felére, és a szívecskénkből is. Így, ezt még talán a technokol is megfogja a fára, a fát. Így van, igen, így. Úgy, itt elfelejtettük levágni, hogy egy kicsit esztétikusabb legyen. Egyforma. És belógatjuk. Ide hozzuk egy kicsit odébb. Látszódjon, és ha gondoljuk, középen lehet durván díszíteni, de mérjük meg. Igen, ez a középső rész. És akkor erre is tehetünk egy versikét. Na most nem csak versikéket használhatunk, hanem a gyermeknek a fényképét is használhatunk. Milyen jó ötlet tényleg. Tehát megint itt van a technika világa, egy jó nyomtató, egy kicsit fényesebb, fotópapírszerű. Beszkeneljük a gyermek fényképét. Vagy akár egy közöset anyával. Anyával, és ezt rátesszük. Na most ez nem csak asztaldísznek használható, hanem használható függönydísznek például. Ó, tényleg. Oda is tudjuk csipeszelni a függönyhöz talán. Van, pontosan. És itt jön megint a végtelen díszítési lehetőség. Hoztam gyöngyöt, felfűzött gyöngyöt. Mm. Egyre szebb. Így. Azt is ragasztani ezt fogjuk? Ezt is ragasztani fogjuk, egypontosan fogjuk ragasztani. Tehát a gyöngyfűzés is ma egy nagyon kreatív foglalatosság, és nagyon-nagyon sokan foglalkoznak a gyöngyfűzéssel. Mi pedig a gyöngyragasztással foglalkozunk éppen. Tehát már azt is el lehet a gyermekkel készíteni. De akár egyesével is rá lehet ragaszgatni van, ezeket pontosan. A gyöngyöket, nem is kell, hogy össze legyen igen, fűzve. Igen, hát én nem akartam most egyesével hozni. Egyszerűbb dolgunk igen, van így. Igen, ennyi az egész. És nagyon aranyos lett. Kifektetve, meg is fordíthatjuk, és akkor látszódik a versikénk. És mutassuk meg
Így van. A nézőknek, de hát itt van például a pillangó, és mindent rá lehet. Tehát ez egy olyan fűzér, amelyre tulajdonképpen sok mindent rá lehet ragasztani, kartonpapírból kivághatjuk, hajtogathatjuk, gyöngyöt tehetünk rá, vásárolt dolgot tehetünk rá. Lehet belőle asztaldísz, lehet belőle függönydísz. Írhatunk a kicsi csipeszekre, bármit csinálhatunk. És hogyha a szalagokkal készen vagyunk, és díszben áll az asztal, vagy a függöny, és igen, a könyvünk, akkor díszítsük tovább a lakást, méghozzá egy kis hangulatvilágítás által. Ehhez hoztam egy agyagcserepet, hoztam egy száraz oázisnak nevezhető szivacs dolgot, ezt kreatív boltba és virágüzletbe, nagyon szép piros szalagot. Uh-huh. Harmonizálnak a színeink. Igen. Természetesen, amit én nagyon szeretek, az organzát, és megint hoztuk a figurákat. Ezt most szárazon fogjuk használni, az agyagcserepet. Az agyag az egy élő anyag. Ha élő virágot ültetünk bele, mindig be kell láztatni. Ráragasztjuk a szalagot? Így van, pontosan. Az lesz a peremén. Díszítjük. Uh-huh. Itt megint bejön az, hogy az agyagot bármivel lehet megint díszíteni, tehát itt megint a fantáziánktól függ, hogy mit használunk föl és hogyan. Elég, hogyha azon az egy ponton ragasztjuk, igen, hogy több ponton szoktuk. Igen, éppen én is ezen gondolkoztam, hogy lehet, hogy tartósabb. Igen, nem elég. Nem csúszkál el annyira. Tegyük vissza, hogy a terít. Ugrál a ragasztópisztolyunk. Ez szokott, igen. Így. Látod, kis ügyetlen vagyok ám én is. Így. Ügyetlen. Akkor nem lennél itt a műsorunkban, szerintem. Kedves nézőink ezt meg tudják cáfolni, hogy az ügyetlenség az távol el tőled. Nem, hát ügyetlennek lenni nem egy nehéz dolog. Jól szeretnénk, aztán itt a kamera előtt mindig elcsúszunk. Tökéletes lesz szerintem, kamerától. Látod egy picikét ott. Hogy eltakarjuk a ragasztásunkat, megint segítségül hívjuk a kis katicáinkat. És a szívecskéinket. Igen, de itt van egy nagyon szép kis árvácskánk is, azt is föl lehet tenni. Tegyük pillangó. Az most az máshová kerül? Nagy a pillangó. Tegyük az árvácskát, és akkor körbe ragasztjuk. Jöhet egy pillangó is? Nem pillangó, katica. Oda, úgy. És akkor szembe levő oldalak, és akkor ide rakjunk szimmetrikusan. Szívecskét? Szívecskét, igen. Úgy. Ügyesen, nagyon jó. Hát nem rakjuk szimmetrikusan, ez most... Elharmadoltuk, tökéletes lett. Igen. Beletettük az oázist, hogy igen, megemeljük, mert a gyertyát, amit fogunk használni, ez nem elég hosszú. Nem jó, ha nagyon belesüpped. Igen, igen, beleesik. Nem fog érvényesülni. Így van. Most ennek az az egyetlen egy hátulütője lesz ennek a dísznek, hogy ezt nem szabad meggyújtani. Igen, ez elég gyúlékony. Igen, ez semmiféle módon. Ennyi az egész. Segítségül hívtunk egy szép kicsi szallagot. Szívecskés. Természetesen. Igazi anyák napi hangulatú, igen, szalagunk kicsit is van. Kicsit vágunk belőle. Megmutatjuk a nézőknek is a szalagot. Gyönyörű szép. És beleszúrjuk. Így. Szerintem azt is hosszú bele... lesz? Nem hiszem, mert kipróbáltuk, de levágjuk, és akkor... bele. Na most itt is felhasználhatjuk a kártyákat, vagy a fényképet. Uh-huh. Bele tudjuk tűzni. Mindjárt egy kis segítséget hívunk egy kis drótszáltól. De ha nincs drót, akkor is könnyedén bele lehet helyezni, hát mert valamivel, a szalag talán igen, megtartja. Valamivel oda csippentjük, ragasztjuk egy tűzőgéppel. Így, picit várni kell még a ragasztó. Egy ilyen ragasztópisztolyt azt hiszem, hogy be kell szerezni most már a Porta magazinunk nézőinek, mert az év minden egyes szakában használni tudjuk. Azaz egy tanácsom van egy ilyen ragasztópisztolynál, hogy arra figyeljünk, hogy hány wattos, mert vannak ám 80 wattosak, amik az energiát elég szépen kicsit megkarlítik. Felhasználják. Igen, hát ott nem bírom beleszúrni, nézd meg. Itt ügyetlenkedünk. Nem akar oda menni. Nem, de itt sikerült. Így. De nem is fontos bele, mert elég jól takar.
De ezt azért mutatjuk meg a kedves nézőknek, hogy bármit bele lehet tenni. Csodaszép lett. És úgy gondolom, hogy most kiveszem belőle, és megnézhetjük enélkül is. Megigazítjuk még egyszer. És ide tesszük a díszeink mellé. Megvan a gyertyánk is. Mivel tesszük még hangulatosan az ünnepi asztalt? Hát a következő megint gyertya, de megint nagyon-nagyon egyszerű gyertya. Úgy látom, előtte ki kell szaladjunk a kertbe, egy kis gyermekláncfűért is. Hát ezt azért hoztam, mert ugye ez a felvétel egy kicsit előbb készül, mint anyák napja. Anyák napjára már a gyöngyvirág és az orgonavirág virágba fog borulni, és nagyon egyszerű lesz virággal díszíteni és fölhasználni az orgonát és a gyöngyvirágot. És minden más virágozni fog a kertbe. De nekem most ez a gyermekláncfű, mert ha jól belegondolunk, az első virág, amit kaptunk a gyermekünktől, az a rétvirága volt a gyermekláncfű. Te is szedtél, édesanyádnak? Hajjaj, tudod, mennyi koszorút fontunk belőle? Ugye? Hoztunk egy egyszerű tálat. Nagyon szép zöld. A friss, üde tavaszi füvet szimbolizálja. Ugyanazt a szallagot használtuk föl, végigvisszük a szallagdíszítést. Nagyon finom eper illatú gyertya, mert ugye május hónapban az eper. És ezt is föl fogjuk ragasztózni. A gyertyáinkat? A gyertyáinkat, azt is megdíszítjük ezek szerint. Vékonyabb szallagot vásároltunk, vagy hoztunk. Keskenyebbet. Eltakarjuk, ez a szalag csak azért kerül föl, akár a cserépre, akár erre a kicsi gyertyára, hogy díszesebb legyen. Ha már csak ennyit készítünk, kis mécsesekkel, kis egyszerű fehér mécsesekkel, hogy egy kis szallaggal a kicsi gyerekkel körbe ragasszuk, és ezt oda tesszük az asztalra anyának. Már ez is a kedvességünkről tanúskodik. Így van, mutatom. Csodálatos. Tessék, de önmagában is mennyire mutatós egyébként, hogyha nyugodtan csinálhatod te is, hogy lássák a kedves nézők, hogy ez egy halálosan egyszerű dolog. Nagyon pici. Arra figyelünk a ragasztópisztolynál mindig, hogy forró. Uh-huh. Hogy forró, és égési, és hamar köt. És égési tapasztalom. Ezen a fémen. Égési sérülést tud okozni. Közelebb kell raknunk, azt hiszem. Kevesebb lett? Nem baj, majd kipótoljuk egy szívecskével. Nem értem. Akkor nem jó szallagot tettem be, nem baj. Nem baj, oda pont be fog férni a szívecskénk. Úgy, tökéletesek vagyunk. Nagyon jó. Senki nem fogja észrevenni. Igaz? Nagyon jó. Kész. Készen van a három darab, itt most megint három darabot használunk, a három számnak szimbolikája van. És nagyon-nagyon egyszerűen. Na most én egy szép tálat hoztam, de itt fölhasználhatunk egy egyszerű süteményes tányért, ami fehér. Vagy fölhasználhatjuk azt a kávés csésze, teás csésze aljat, ami fehér és egyszerű. Tehát fölhasználhatunk bármi, ami a konyhában található. És a gyermekláncfű. Tessék. Ó, nagyszerű. Adom neked. Köszönöm. Hogy? Felidézzük a gyermekkor szépségeket, élményeket. Kötöd anyának a koszorút, egy kicsi ágat is, ami már pillanatok alatt megkókadt. Ne is tegyünk többet alá. Úgy, ide egyet, hogy szimmetrikus legyen. Így, és üde zöldjét fölfelé. És tulajdonképpen... Mennyire mutatós? Erre mondhatjuk azt, hogy egy kisgyermek is el tudja készíteni. Megint felhasználhatjuk a versikénket, és felhasználhatunk bármiféle fényképet, mert erre az asztaldíszre egyik sarokba a versikén, másikba pedig elfér a fényképünk. Katica bogarakat is tehetünk hozzá, de itt vannak a pillangók. A pillangók, igen. Tehát itt a kreativitás megint ott van. Semmi nem szabhat határt a fantáziánknak. Nagyon egyszerűen, és bátran készítsük el gyermekünknek, gyermekünkkel, édesanyának az anyáknapi díszt. Az jutott eszembe, hogy ehhez már csak egy valami hiányzik szerintem. Milyen kellemes meglepetés az az édesanyának, amikor a kisgyermek egy könyvjelzővel, egy függöny vagy asztaldísszel
gyertyákkal, virágokkal megjelenik, és még egy verset is elmond az édesanyjának. Azt hiszem, attól csodásabb élmény nincs is. Mit gondolsz? Hát ilyenkor szoktak már, most nekem a borzongás ott van. Ilyenkor szoktak anyák elérzékenyülni, elővenni a zsebkendőt, és akár kicsi a gyermek, akár nagy a gyermek, mindig ott van az öröm és a boldogság, mikor... Az öröm könycsepp a szemünkbe. Szerinted, ha édesanyámnak elmondanék most egy verset, akkor hát a könycsepei megjelennének? Édesanyádnak is ugyanez lenne a reakciója, mint most nekem. Édesanyának lenni csodás dolog. Próbáljuk ki. Mondjuk el anyának a kedvenc versét, amit egész pici koromban mondtam neki. Mindjárt kiderül, hogy emlékszem-e még rá. Hát próbáljuk meg. Tudok egy varázsszót. Ha én azt kimondom, egyszerre elmúlik minden bajom, gondom. Ha kávé keserű, ha mártás savanyú, csak egy szót kiáltok, csak annyit, hogy anyu. Mindjárt porcukor hull kávéba, mártásba. Keserűből édes, rosszból csuda jó lesz. Anyu, 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 hangzik este reggel. Milyen sok baj is van egy ilyen kisgyerekkel? Anyu, 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 most is kiabálom. Most nincs semmi baj, mégis meg nem állom. Csak látni akarlak, anyu fényes csillag. Látni, ahogy jössz, jössz, mindig jössz, ha hívlak. Látni sietséged, angyal szelítséged. Oda bújni hozzád, és megölelni téged. Boldog anyák napját kívánok neked, anya, és minden egyes édesanyának. Köszönjük, amit értünk, tesztek. Köszönjük neked is, Ági, hogy itt voltál velünk, és köszönöm, hogy ilyen csodálatos szépen dolgokat mutattál be nekünk. Éljenek az édesanyák nagyon-nagyon sokáig, és köszöntsük őket, mert így a jó köszönteni őket, és nem kisétálni a temetőbe egy szál virággal. Önök a Porta 45. adását látták. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Tartsanak velünk a jövő héten is. Műsorunkat megtalálják televíziónk honlapján a www.regiopusztv.hu oldalon, a videótár menüpontra kattintva. Viszontlátásra! Viszontlátásra!